Sziasztok! Ez itt a Test Drive Ferrari Racing Legends. Ahogy látszik itt alul a gomboknál, ez szerintem nem egy PC-re készült játék. Nem is egy régi darab, ahhoz képest csak 2 giga, és elfut a gépemen, tehát XP-n, SP3-on is fut. Na lássuk, van egy ilyen campaign. Nem mentem még benne, lehet, hogy kipróbálom, milyen korokba kell, gondolom, versenyezni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Akkor van egy ilyen gyors verseny, ezt nem kell magyarázni, beállítod a pályát, meg az autót, ellenfelek száma, stb. Multiplayer, ugye igen. Phantom, ez nagyon jó. Én itt teszteltem a pályát, 2 pálya engedélyezett, egyébként nincs benne túl sok. Vagy mégis, ja de van egy pár, de bármint elérhető pályából nincs sok, mindössze 2 találtam. A Donington Parkot és a Barcelona mellett fekvő Katalunyát, annak is csak a GP változatát, de ez a 2 az, ami elérhető. Autókról van egy pár, látjátok, Testa Rossa, egy F1, ez nagyon jó, ezzel mentem, ezből is lesz majd egy gameplay. Akkor itt van egy pár autó, majd mentek jobbra, mentek, itt megint elérhető 2 autó, majd még egy autó, még egy, és ennyi autó van benne, tehát körülbelül azt mondom, egy 10 autót ki tudtok próbálni, meg 2 pályát, úgyhogy nem csináltatok semmit, csak felraktátok, szóval ez szerintem elég jó. Akkor itt lehet állítani, hogy legyen-e ugye a Phantom Line, meg a Phantom Persistent. Aztán lehet állítani, hogy mikor akartok menni, morning, afternoon, evening. Lehet állítani, hogy napos, vagy ilyen borús idő legyen. Nekem borús időnél konkrétan, gyerekek, fekete a kép, mármint az ég, tehát lehet, hogy nem az én videókártyámra tervezték azt a borús időt. Akkor optionsbe sok segítség van benne, nem is egy szimulátor játék. Én próra tettem a driving modellt, de még tehát így se lehetetlen vele menni. Ez nem tudom micsoda. Video, audio, controls-ba, amit látjátok, elég korrekt a beállítás, minden le van írva. Hát az erőt azt próbáltam állítgatni, nem nagyon, ahogy mondjam, inkább driverbe adtam neki erőt, mert konkrétan nem egy szimulátor játék, és nem igazán sikerült jóra az FFB-je. A profilomról, ugye replay csak akkor van eddig, quick race-be, mész és el lehet menteni, automatikusan nem ment, Phantomba próbáltam, hogy esetleg onnan ott sincs, onnan nem ment. Ez a táblázat, ez a leaderboard, ez csak akkor érhető el, hogyha nem tudom, felcsatlakozol arra a lófaszra, készítők meg live, ennyi. Nem szimulátor játék, viszont szerintem ezt nem is arra akarták, és nem is kell bele ez. Igazából az a jó, hogy könnyen irányítható az autók, sok segítség van, és látványos, tehát jól ki van dolgozva, jó grafika, nem kell hozzá nagy gép, nem nagy méret. Ez egy ilyen, a gridhez tudnám hasonlítani, nem tudom, kik játszottak vele. A grid készítői tudták ezt így megalkotni, egy ilyen versenyzel, de mégse kell beleölni 100 órákat, hogy te legyél a legjobb, ezért jó. Na, lássuk akkor, hogy mit alkottam. Ahogy ígértem, nézzük. Hát ugye, F1 autó. Mivel menüben, vagy visszajátszásból nézzük, ugye van itt egy ilyen menü, ez nem tűnik el, itt alul. Fölül írja, hogy még mennyi van hátra. Miért ilyen kicsi a kép, majd ezt mondjátok rendelés után. Nem 1280x720-ban van, mert
konkrétan, akkor még kevesebb FPS-em lenne, így is 28 FPS-sel készült a felvétel, ezért előfordul, hogy akad. Irányítás elég érzékeny azért ez az autó, ez a Formula autó az irányításra. Gumifizika, nem tudom, hogy van-e benne, vagy elkezd-e kopni, de így az elején elég jól tapad. Pálya szépen ki van dolgozva, így próbálták ezt a buckákat, meg ezeket is így visszaadni, tehát így amikor így remeg a kép, akkor ott rossz az út, vagy ilyesmi. Autó is szépen meg van rajzolva. Ennyi volt az első videó, nem tudom, lesz-e még, valószínű. Sziasztok!